Nem bénult meg Belarus annak ellenére, hogy lejárt az ellenzék Lukasenka elnöknek adott ultimátuma, amelyben országos sztrájkkal fenyegettek, ha az elnök nem mond le. Helyi források szerint több fontos üzemben voltak megmozdulások, amelyekre a rezsim letartóztatásokkal reagált, de ezek kiterjedtségéről egyelőre nehéz képet alkotni. A külföldre üldözött ellenzéki elnökjelölt Svetlana Cihanouskaya Litvániában tartózkodó tanácsadója szerint a sztrájkra készülődő munkások egyes csoportjait feloszlatták, több szervezőt is letartóztattak, így nehéz megjósolni, mi fog történni. Bár a helyi független média is közölt képeket nagyállami üzemekben történt megmozdulásokról, ugyanakkor a kormány szerint valamennyi ilyen vállalatnál rendben folyik a munka. Minszkben több ezren vonultak az utcára, több egyetem hallgatói ülősztrájkot tartottak az intézményük aulájában. A tiltakozás benne van az egyetemisták természetében, mondta hétfő délelőtt az oktatási miniszter.